Szia! Zavarhattak egy pillanatra? Sietsz valahová? Nem sietek. Csak egy pár perc lesz. Hogy van ennyi időd rám. Persze. Igen, ha lehet. Szia, Lara vagyok. Szia, Alina. Örülök. Szép nevem van. Köszönöm. És hova mész ilyen? Csinosan felöltözve. Megyek egy ügynökséghez regisztrálni, mint statiszta. Akkor te ezt szoktad csinálni, vagy most kezdted? Általában ilyen reklámfilmekben szoktam szerepelni. De jó. Tök jó. Akkor te nagyon jártas vagy így a filmes világban, hát mondjuk ahogy lehet mondani. Azért kérdezem, mert nagyon csinos és szép lány vagy, és én is elhívnálak egy forgatásra igazából. Komolyan? Csak hova? Ez egy picit ilyen kicsit, ahogy lehet mondani, extra, tehát egy kicsit különlegesebb dologra hívnálak el. És miről lenne szó? Tehát az egésznek az lenne a lényege, hogy így, ahogy vagy, le kellene fürdened. Így? Igen, így, ahogy igen, most vagyok? Igen, most ebben a cuccban. Ez a különlegessége, hogy... Aha. Találkozunk, és eljössz, és fürdesz egyet nekünk. És ez micsoda, egy reklámfilm, vagy tulajdonképpen miről van? Akár az is lenne, de nem az, nem. Ez abszolút ilyen különleges videó, ugye, amiket emberek szeretnek nézni a nagyvilágban, vannak egy pár. És milyen emberek szokták nézni, vagy kik? Hát abszolút változó, akiket érdekel. Tehát a lényeg ennek, hogy a ruha lesz vizes rajta. Tehát Aha. Az is az elnevezés, hogy wet look, tehát hogy vizes kinézet, ugye. És ezt szeretik ők nézni, nyilván ezért fizetnek, tehát ez nem egy ilyen ingyenes tartalom. Hát van ennek egy weboldala, ahova felkerül, és akkor onnan tudják letölteni ők. Uh-huh. Tehát nem bárki nézheti meg nem bárhova kerül fel, hanem csak erre az oldalra. Igazából ez a lényege, hogy ezt szeretik nézni, ahogy szép lányokon, szép ruhák, vizesek lesznek. És ez nekem miért jó? Hát nyilván, tehát azért fizetünk, tehát nem ingyen kérnélek meg, hogy itt fürdőzget az én kedvemnél, érted, elgyere, hanem igazából persze fizetünk. Uh-huh. Meg képek is készülnek közben, ugye ez lényeges. És a képeket nem csak videó, is megkapom. Hát a képekből, Aha. Tehát nem az összes Aha. Képet, hanem egy párat belőlük. Hát nem is tudom. Igazából később is el tudok menni regisztrálni, oda tudok menni. Most akkor ráérnél? Mert ez lett volna a következő kérdésem. Hát majd. Igazából ráérek. Aha. Tehát, hogy egész estig ott vannak, vagy délutánig, akkor még tudsz menni regisztrálni. Igen. Akkor nem ilyen időpontra van ez a történet. És sok ilyen ügynökségnél vagy egyébként? Igen, vagyok. Egy párnál. Tök jó. Gondolom, minél többnél van, hogy annál nagyobb az esélye, hogy elhívnak. Igen. Sőt, még velem is találkozol így az utcán. Mondjuk én csak itt keresgélek lányokat. Uh-huh. Ja, itt kint szoktál állni, és akkor... Hát nem állok, hanem sétálgatok, és ha megpillantok egy szép csajszit, akkor leszólítom, és már próbálkozom vele, hogy hátha. Na, hát és akkor úgy gondolod, hogy akkor elvállalnál? Te vállalod? Hát, igen, nézzük meg. De legalább megnézed, hogy milyen volt, hogy tetszik, akkor már legközelebb is tudsz jönni másféle cuccba, vagy bármi. Jó? Jó. Na, akkor el is indulhatunk, mert nincs messze egyébként, el tudunk sétálni oda. Jó, oké, menjünk. Na is, meg is érkeztünk. Kis medencéhez mit szólsz hozzá, tetszik? Igen. Na, itt kellene vizesnek lenned. Aha. Hát el kellene mondanom a koncepciódni, hogyha már így forgatásban jártas vagy. Ugye ennek az a lényege, hogy nem egyből leszel vizes, hogy mint a belöknélek.